Idei év annyiban premier nekünk, hogy valóban alakítólag részt tudtunk venni nem csak a program kérdéseiben, vagy a műsor kérdéseiben, hanem a stand kialakításában is. Ez egy nagyon fontos lépés, és egy érdekes és izgalmas lépés volt számunkra, hogy egy olyan standot alakítsunk ki, ami felhívja a figyelmet valamiféleképpen ezen a kis területen is, mert azért ez egy elég kis terület, erre a kis területre is behívja a nézőket. Eddig sajnos a városból még nem sokat láttam, és a vásárból sem, mert most érkeztünk, és rögtön már elindult a programunk, de a magyar stand nagyon szép, meg amit láttam, az nagyon jó volt, és nagyon érdekes volt, tehát hogy várom már, hogy felfedezzem a vásár többi részét is, főleg az üvegcsarnokat, meg közte lévő, meg a körülötte lévő kisebbeket. Nincs kedved lefeküdni velem? Ez komoly, úgy érted most? Persze, miért ne? Átkarolja a vállamat, nem is vagyunk barátok, csak a szüleink. Ülünk itt és várunk, amíg beszélgetnek. A szex nem jelent semmit. Érdekes időtöltés. De azért meglepődik. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és úgy gondolja, nem az a típus vagyok, aki ilyesmivel előáll. Itt, ahogy így körbesételünk a vásáron, mindenhol ki vannak plakátozva a különböző íróknak a képei, és gondoltam, hogy hú, ezek is mind írók, és mindenki szeretne, és mindenki el akarja mondani az ő világát. Fogalmam sincs, mennyi esélyem van. Egyelőre szerintem most ez így óvatosan megjelent ez a könyv, és ez nagyon jó. És most írok egy újabb könyvet, és már kaptam ígéretet a kiadótól, hogy azt is meg fogják jelentetni. Tehát remélem, hogy az majd nagyobb érdeklődés kell, de lehet, hogy ez is. Egyelőre még csak most jelent meg egy pár hete, hogy még fogalmam sincs, hogy mi lesz, és reménykedve nézek a jövőre. Mindegyik könyvemben két részre oszlik a szöveg, mert az a hitvallásom, hogy az olvasó noha csak egyet fizet, kettőt kapjon. Tagadhatatlan, hogy nagyon erős magyar kulturális utalásrendszerrel dolgozom a könyveimben, és ez meglehetősen nehézé teszi a fordítást, illetve szinte már lábjegyzetelni kéne ahhoz, hogy egyik-másik poén érthetővé váljon, vagy nyilván kitalálni helyette valami más, de akkor az meg már az egy másik műfaj. Úgyhogy ezt a kulturális utalás, rendszeres intertextuális korszakomat, hogyha fogalmazhatok így, azt lezártam. És most azt próbálnám erősíteni, hogy a történetmesélésre koncentráljak, az pedig minden bizonnyal könnyebben fordítható lesz, és a könyvötlet, amin most dolgozom, az eléggé univerzális téma, tehát én úgy gondolom, hogy talán annak majd nagyobb esélye lesz arra, hogy lefordítsák, mint az eddigieknek. Nagyapám tudott repülni. Legalábbis ezt mondták róla azok, akik hallották őt ezt mondani magáról. Nem akarok hőst kreálni belőle itt, hogy esetleg magamra vonatkoztassam némely képességét, melyeket remélném örököltem, különben is verte a családját, ivott, káromkodott. Azért merem mégis leírni, hogy repült, mert nevén nevezte a dolgokat.
ami a szívén, a száján, ahogy a népi bölcsesség mondja. Igaz, ha azt mondta Lajtória, arra gondolt, hogy létra. Ennyi jutott neki az ideák tanából. Standhoz kapcsolódik rögtön, hogy valamiféleképpen a vizualitással szerettünk volna jelen lenni, de az egyik legérdekesebb felület az Rejtő Jenőnek a bemutatása, egy olyan grafikus installáció, ami Rejtő Jenő egymásba kapcsolódó regényeinek, három regényének figuráit mutatja be. Nem is tudnám elmondani, hogy milyen volt a várt recepciója ennek a Rejtő bemutatásnak. Inkább egy ilyen visszafogott kíváncsisággal vártuk azt, hogy egyáltalán lesz-e reakció rá. És tegnap részt vettünk egy olyan eseményen, egy olyan felolvasáson, ahol több mint 100 ember volt jelen, akik végig nevették Rejtő szövegét. Ennyi. Ennél többet nem kell mondani. Was Schräges für sich und was noch nie gelesen ist. Aber wie kam ich dazu? Ich habe es angefangen zu lesen und auf der ersten Seite war ich fasziniert. Ich habe es auf Deutsch gelesen, logischerweise, aber mir war bewusst bei der Lektüre, dass das ungarische Original also mindestens genauso komisch sein muss und so merkwürdig fesselnd, dass man es fast nicht glauben möchte. Also war das. Also ganz oft ist es so, dass man Manuskripte zugesandt bekommt, auch schon fertig übersetzte, und sich dann nur entscheiden muss, ja oder nein. Wichtig ist das Datum 1945, hatte das Abitur gemacht, das war eine Zäsur in der Geschichte auch und auch in seinem Leben. Und dann hat er seine Laufbahn, künstlerische Laufbahn als Dichter begonnen. 1946 sind seine ersten Gedichte erschienen, und zwar in einer Zeitschrift, in der die sogenannte vierte Lyrikergeneration im 20. Jahrhundert und die erste große Lyrikergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg publizieren konnte. Diese Zeitschrift wurde zwei Jahre später, 1948, eingestellt und verboten. Und Rubin kam auf eine schwarze Liste mit vielen anderen Zeitgenossen. Er durfte also nicht publizieren. Wir leben wieder in einer Zeit, in der wir nur auf eine Handvoll außerordentlicher Leute bauen können. Auf entschlossene, gut ausgebildete Fachleute, die mit Sender und Teleobjektiv kämpfen. Unter den Ungarn sind die bedauerlicherweise ziemlich rar. Ez az ötlet, hogy magyar írom történetet írni németül, ez nem tőlünk indul ki, tehát nem mi mentünk el kiadót keresgetve a világba, hanem kaptuk a fölkérést. Én azt hiszem, hogy az lehetne a jelentősége, hogy a kis irodalmakról olyan formában beszélni egy nagy irodalom befogadó közege számára, amely forma az irodalomtudománynak az élő korszerű eszközeivel dolgozik. A
teremnek az egyik kis részében volt ez a beszélgetés, és közben jönnek-mennek az emberek ott normálisan. És hát én arra szoktam töregedni, hogy aki ott van, az akkor úgy, talán maradjon is ott. És emiatt van egy ilyen félig-meddig ösztönös technikám, hogy valami váratlant mondok az elején, ami meghökkenti egy kicsit a hallgatókat, és akkor valószínűleg kitartanak a végéig. És itt is valami ilyesmi történt. Azt nem tudom, hogy a többség voltak, vagy a kisebbség, de az biztos, hogy elég sokan voltak, akik a második világháború után hittek a kommunizmusban. Na most egészen biztos, hogy nagyon sokan karrierista módon választották a kommunista pártagságot. Engem a hívő embernek a kitartása érdekelt, és a hívő embernek a megroppanása. Úgy gondolom, hogy sokkal tragikusabb, hogyha egy hívő ember válik gerincsé lenné, mint hogyha egy hitetlen. Kelet-Európában megszokhattuk, hogy sok nemzetiségűek az országaink. Ezt csak fokozta az a 20. században, hogy az ember, hogyha ott élte le az életét, ahol született, akkor is más országba találta magát, mert a különböző politikai háborús események a családokon hol túltették a határt, hol elibe rakták. Most ez kicsit nálunk is így van. Autoren wie Imre Kertész, wie George Conrad, wie Peter Nadasch, auch wie Peter Esterházy bestimmen einfach das Bild der ungarischen Literatur als einer der außerordentlichsten Literaturen auf dieser Welt. Diese Autoren haben Maßstäbe gesetzt und daran müssen sich auch all die messen, die meiner Meinung nach messen, die neu auf den deutschen Markt kommen. Nagyon fontos a lipcsei jelenlét. A magyar irodalom valóban Németországban él és virágzik a legjobban a hazánkon kívül, és most ez egy nagyon érdekes és biztató premier volt, hogy gyakorlatilag a Balassi Intézet Kollégium Hungaricum Berlinje és a Publishing Hungary egy ilyen komplex esemény sort közösen, gyakorlatilag az elejétől a végéig együtt tervezve hozott létre. Szerintem tanár volnék egy jó jegyet adnék magunknak.